Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Már említettem nektek a múlt héten, hogy megyek egy nagyon kedves vacsorára. Ez megtörtént. Egyetlen egy képet mutatnék neked, majd föltesszük a Facebookra is. Szeretném, ha kitalálnád, hogy ez az étel micsoda itt előtted. Mondd, hogy hol voltál, addig én találgatok. Az volt a neve, hogy Bizarr Vacsora. Van egy Bíró Lajos nevű fiatal ember, aki hát arról híres, hogy egyrészt nagyon szokimondó fiatal ember, másrészt meg így szeret elgurulni, vagy gyógyszert elgurítani, és akkor ő mindenféle dologból főz. Ez most az volt, hogy Bizarr Vacsora, nyugodtan lapozgassál, ott van a menüt is, lefényképeztem. A kezdete az ugye sejem hernyó lárva volt, azzal indítottunk. Ez miről szól, hogy megkóstolod olyan kajákat, amit egyébként nem ennél, hát, és mindezt ilyen gurmé jelleggel, speciálisan elkészítve. Így van. És de... akkor lesöpri a padlást? Szóval szerint... egy-két talál egy kis megkérdezem, hogy figyelj, amikor azt mondod, a makaronon például hangyatojás van, hogy azt te honnan szerzed be? Tehát keresel hangyákat? Kertből. Igen, nem, mondta. Mikor átjöhetne hozzánk, akkor a Lajos kicsit ott körbe kapargálhatná az étkezőt, mert hogy mindenhol hangyásak vagyunk, megőrülünk már. Kellemeset hasznossal, tudom. És mit mondod? És azt mondta, hogy vannak olyan források, ezek elsősorban távol-keletről jönnek, tehát Vietnám, Kína, van például a bécsi nagypiac. Már azoktól, akiktől szerzi be, azok jönnek távol-keletről. Ők is, meg szerintem a cucci is. Hát most miért óriás hangját itt tudsz tartani, és várod, hogy egy tojás? Hopp, na nézzük, mit tettél, megtaláltam a menüt. Indítottál egy kókuszpálma lárvával, vagy sejemhernyó kaffirral, lime szósszal. Ez volt a bemutatás. Sejemhernyó. Sejemhernyót választottad? Nem lehetett választani, azt mondta, nem tudod kókuszpálma lárvát szerezni, mondtam, hogy ezt a szemét. Lajos a régi, már komolyan mondom. Komolyan mondom, hogy nem tudod sejem kókuszpálma lárvát szerezni. Milyen a sejemhernyó? Milyen jó? Kérlek szépen, szezámmal olajban van kisütve, a maga a külső burkolata az ugye roppanós lesz, és akkor belül egy kicsi krémesség még megmarad. Aha, de jó, vagy csak egyszer így flancolsz, hogy ettél, de most ezen kellene élned, akkor kettő nap után beleülszülni. Tehát tud ez finom lenni? Nem, vagy? Szerintem nem. Ugye, hogy... mert hogy agyad annyira tiltakozik ellene, hogy egyébként, ha még jó is, akkor is benned van ez, hogy basszus, nem eszünk lárvát. Ezek a lárvák nem néznek jól. Ezek nagyok, roppanósak, lédúsak. Hát ezt láttuk a celebben, ahol celebjeink azért fogyasztottak egyet-kettőt. Nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Még ha van egy kis lime szósz hozzá, akkor se. A lime nagyon finom volt, érted? Nagyon jó szezámi íze volt egyébként. A lárvának is, magának ilyen szezámmagi íze. Valahogy nem érezted azt, hogy holnap este is. Pedig én magam elég képzelem, hogy 8 környéken, amikor megszoktad enni a kis bagettelet, érted, így jössz befelé a folyosót, tudod, így le van róla húzva a folpak, és így ropognak a fogai alatt, tudod. A töltelék, mi van benne, gépsonka? Nem, sejemhernyó lárva, és negyed nagyon kiló. Finom, kérsz? Na, bárányi nyelvkocsonya bárány szemmel. Ez volt a második. Ez klasszikus kocsonya volt főzve, az igazi izgalom itt a bárány szem, aminek egyébként Magyarországon van hagyománya, mert a kunok például Kunságban ugye megeszik az bárány szemű egy pásztor? Igen, bárány szemű pásztor, és miután már meg, akkor egymás szemét szokták kiszívni. Figyelj, a bárány szem, ott például én komolyan elgondolkoztam, hogy abba hagyom a karriert, már a tegnapi vacsora karrierjét. És ott látod, hogy szinte majdnem pislog, nem? Tehát egyben van a szemgolyó, igen. Tehát, hogy így kicsit ott rád kacsint. Igen, de mondtuk, hogy most már itt ne álljunk meg rögtön a második fázisnál, azért lesz még ennél durvább is, és egy ilyen nagyon kemény állagú, rágós valami a szem, és igazából nincs íze. Tehát ott a kocsonya ízét érzed, egy bárány kocsonya volt. De ez talán nem is baj. De hát valamit csak vártál. És ami nagyon szörnyű, bocs érted, de ketté vagy, de fekete belül. Egy ilyen fekete zselés anyag van benne, ízetlen. Na, pontosan ezt éreztük mi is. És ami a legkiábrándító volt, a végén a 2500 forintos teraszfűtés. Nem bent ültünk. Azt mondja, hagymás sültvér piócával. Na, a sültvér az ugye, azt szoktunk enni disznóvágáson, ez is az volt. A pióca meg azért érdekes, mert lecsippentik a fejét, farkát, mind a kettőt, valami oknál fogva, nem értem. Van különbség a teste és a feje és a farka között? Hát egybe ugyanolyan, nem? Igen, de az elején ott szokott ugye föltapadni. Lecsippentetem vannak ott hurkapálcára. Ja, ezek vannak hurkapálcára, igen, ezek elég komolyan. Facebookra dobjuk már föl. Odaadom őket szépen. Ugye megfőzik őket, fölfűzik a hurkapálcára ilyen kis essalakban, és akkor még ott valami belemártják. De a sültvérhagymával az kifejezetten jól néz ki. Ez egy ilyen resztelt máj olyan. De milyen vér? A sertés. A sertés. Hát az a rendes hagyományos. Hát ez semmi. Hát ez figyelj, a pióca az reggeli. Olyan pocsolya ízű vacak, hogy az olyat még nem ettél. Tehát azt érezted, mintha így a lábba beleharapnál valahol a Velencei tó azon végén, ahol nagyon sok a nádas, így bemész, és a nyár végén, mikor már befüllett az egész tó, kicsi a víz, és egy ilyen ragadós, na az a pióca, az nagyon rossz volt. Volt málna krémes hangyatojás.
Töltött makaronnal. Ez édes volt. Ez egy gyomorkönnyítő, írta is a Lajos, hogy kicsit szusszanyatok egyet azért a borjúszem után, vagy bárányszem után azért szusszanyatok egyet. Utána azt mondja, hogy fekete csirkéből vérre sűrítve molekuláris kavicsa. Az nem volt egy nagy dolog, igen, ott annyi volt, hogy fekete színű volt a csirke, majd látod, de most jön a borjúszegy, bika pénisszel és placentás gersli rizottóval. Ó, egy jó kis placenta. Láttál-e már placentát egyben? Az ugye a méhlepény, ugye? És megennéd? Azt ne. Az a méhlepény. Az a méhlepény. Ugye, hát ez a méhlepény, igen. Hát időzünk el az elején, mert ott van a bika pénisz, amire azt vártad, hogy... Igen, ugye? De nem, hanem egy ilyen vékony. Mondom, az kicsi egy ekkora darabot kaptunk, majd ott a képek a vége felé látod, egy ilyen nagyobb húsdarab van, az a szegy, és annak a tetején van. De csirkeláb úgy néz ki tulajdonképpen, nem? Nem néz ki jól. De már szétkóstolták bent a séfek. Nem, ez de nem, akkor az ott van. Igen. Az a tetején a bika kuki, ami körülbelül így ekkora, mondom, mutatom. Én azt hittem, gyerekek, hogy jobban el vannak engedve. Többen mondták ott az azt, hogy te tegyük mellé a miénket, és hát ezért ilyen pipák állandó. Aha, tehát van egy erős kisebbségi komplexus bennünk. Azért benzálló. Ilyen dühösek, mert nagy test, de ez a kuki nem nagy. Ne. Ez a kuki nem nagy. Ízre milyen? Zselés az egész anyag, és semmilyen. Semmi? Gyakorlatilag ennek sincs íze, csak úgy, mint az utána következő placentának. Aha. Az ilyen kocsonya jellegű, az gondolom. Igen, az úgy... Hideg húsleves. Gyakorlatilag egy ilyen, mintha kis burkok lennének összefűzve, tehát kis zacsik, ami meg van töltve valamivel. Ez volt maga a placenta, ott már nagyon nyeltünk, de ha már ott vagy megkóstolod, és igazából... Ezt ajándékba kaptad, vagy valaki kiszúrt veled? Nem tudom eldönteni. Tehát, hogy ez az a menj el Feri, kajálj egy jót, vagy na, itt van Feri, érezd jól magad, és igazából... Azért... igazi hülyék vagyunk, mert fizettünk is érte. Ráadásul nem keveset, egyik haverom mondta, hogy ez lesz, menjünk el kísérlet, meg tudjuk-e csinálni. Egyébként meg tudtuk csinálni a dolgot. Mert a mizófagyi tetszik a dologban, de olyan nagy. Az finom is volt. Az úgy jól hangzik egyébként, hogy a többi azért az úgy elég erős. Arra ment rá bíró szaktárs egyébként, hogy nem fűszerezi túl, tehát hogy az igazi eredeti ízeket érez, csak ezeknek nagyon nincs eredet. Tehát a placenta az ilyen vízízű volt. Ott maga az állag, meg igazából az agyad dolgozik marhára közben, hogy te ezt tudod, hogy ez micsoda. Így van, hogy a bíró csinált. Hát meg ott a bíró keze beleért. Fúj! Úgyhogy ezen estünk túl, de egyébként nagyon-nagyon jó volt, meg tanulságos, hogy mert ezek az ételek egy csomó népnél normális kajának számítanak. Érted? Az ázsiaiak azért a bogarakat, lárvákat, hernyókat, tehát brutális fehérje tartalom. Hát csak mondom, hogy a placenta odakünn, az teljesen hétköznapi, tehát tájföldön, ha látsz ilyen összecsomózott kis kiszállított szerkezetet, az mind placenta. Azért furán nézett volna a doki. A szülésznél. Tegye csak! Aha. Hoztam dobot. Nem a kutyusnasz lekesz? Nem. Csomagoljuk ezt gyorsan, egy kis fokhagymával az anyósom megpirítja. Emléma. Egy kis kerslivel. Ilyen lesz, doktor úr. Ilyen. Mindjárt hoztam elvágom a köldögzsinort, csak előtte tegyük a dobozba, ami a pocakba való. Van itt valahol egy ételhordó, akár hozok kóstolót. Anyósom nagyon finoman csinálja. Szóval ez így nem hangzik túl jól. Hát a levezetés ital alakarta, hogy látom, és egy kis mizófagyi a végén, hát egy kis gyümölcsel, hát az már ott. Az jó is volt, és megvan az új kihívás. Végbél záró izom vacsorát tervez a bíró úr, ahova szintén hivatosak vagyunk. El tudom intézni, hogy tudjatok jönni. Na, az miről szól? Végbél záró izom. Ki tudja legtovább megtartani, hogy ne menjél el a budira? Nem. Hanem? Nem. Hogy azt kóstolod meg? Kell, az lesz elkészítve. A végbél záró izom. Na, de kinek? Na. A rózsa. Na, de kinek? A malacnak, a tehénnek, a bikának? Is. Tehát az összes állat végbél záró izmát megeszed. Igen, többet. Janikám, a vendégem. Én elutazom hétvégén, sajnos meg a gyereknek. Nem most lesz, ez egy őszi program. Jól nem hanszik, akarok bika segget enni. Nem, tök jó az oldalas, nagyon rántott, úgyhogy pedig azért én szeretem a különlegességeket. De Lajos picit rá. Most azt mondja, hogy ez lesz az új divat, hogy az olyan alkatrészeket, amit egyébként nem használsz, abból éljünk meg. Ugye, ezeket kidobálod. Hát a placentát is kidobod, a bika péniszt is kidobod. Lyukat is kidobod, tessék. Akkor tessék! Na, csak ne a desszertnél kerülje majd az asztalra. Töltsér helyett a fagyihoz. Kis rózsa. Illetve mindig utólag mondja, hogy tudod előre, vagy utólag tudod előre? Tudtuk is, hogy mire megyünk. Tehát fel tudsz készülni lelkileg, hogy mi az, amit éppen eszel. Az durvább, adott? Hogyha utólag mondod meg. Szerintem az a durva. Igen. Ízlet finom volt. Na, akkor mondjuk, mivel vagy gyors. Na, akkor ez bikaságjuk volt. Hogy ízett lett a puding? Hát egy kicsit iszapíze volt. Na, megmondom miért. Vagy azért ez nem annyira szerencsés. Figyelj, zacskót vagy valami tálat tett oda? Semmi, nem kalkulált bele? Nem, sok pálinkát kalkulált bele,
mert az segít ilyenkor. Uh-huh, igen. Már hogy bátrabban eszel. Meg az italom van a legnagyobb százalék. az engem a másik. Egy csillagászati áron van egy ilyen vacsi? Egyébként, tehát hogy húzós? Hát mondom, 16 ezer forint volt fejénként. Egy gurmé vacsihoz képest az nem egy vészes, ahol azért egy menüsort eszel végig, ki van találva, fel van építve, tehát itt most ne egy brassóira gondoljunk meg, egy somlóira, tehát hogy ezek más jellegű ételek azért. De hát nem győztél meg. Meg nem, a pióca beszerzési ára, az például ilyen irgalmatlan drága. Igen? Aha, azt ha mondta, nincs egy erős bendegúz, az aki begázolt érni. És mondtuk neki, hogy vagy egy bodzoli. Nem lógattad már. Gyerekek, a bodzoli beszállítója lehetne a bírón. Hát tényleg, neki azért bocsássatok meg, szerintem azért a bodzoli hó végén, amikor már kezdik egy kicsit kifutni, érted, és már nem fussa annyira. Szerintem ilyen extrákra, érted, mint mondjuk zacskós leves, akkor szerintem ő azért ott ráfanyolódik egy-két dologra otthon. Nála azért ott van minden. Hát állítólag nem tudom, hány milliárd embernek az élelmezését lehetne megoldani, ha mondjuk az európaiak, az amerikaiak, a dél-amerikaiak is átállnának erre. Tehát brutális mennyiségű bogár, lárva, sáska van ugye a világon, csak hát ez bizonyos kultúrákban, bizonyos országban fogyasztják csak. Protein, fehérje forrás, az ízük is jó. Csak ezt egy európai kevésbé tudja bevenni, de hogy tetszik, nem tetszik, ez alternatív megoldásként, ez a jövő. Bennültök valami multiplexbe, és akkor az Avatar 2 alatt ott ropogtat a család némi sóskát. Illetve nem sóskát, sáskát. Ha még csak sóskát ropogtatná, az a nincs. Nem, hát ezt Ázsiában én is megkóstoltam az összes ilyet, de hogy azért úgy nem rázott a röhögés, amikor szárított, karamellizált csótányt eszel. Például, hogy megkóstolod, ropog a lába, de hogy nem lesz szabad, igazán íze nincs. A fűszereket érzed benne, tehát attól lehet jó ízt csinálni neki, de valóban egy csomó helyen ez lehet a jövő. Afrikában is most erre mennek rá, hogy sáska, és akkor tele van fehérjével, protein, minden, jól laksz tőle, de valahogy nem kívánod meg. Hát, viszont könnyebb beszerezni, érted? Mert csak elhúzod a könnyhaszekrényt, érted, ott vannak meg 30-an, 40-en már megvan a vacsora. A gyerek furán néznék, hogy ez elkapja. Azt mondanám megenném, igen. Na jó van. De akkor jó volt. Jó volt. Hát nem fogsz rászokni, de egy érdekes kaland volt egy vasárnap estére. Jó volt. És most jön a segjük vacsora. És oda. Aha. Jöttök ti is. Jani csak nézni, Bali enni is. Azért ilyenkor jó, hogy vega vagy egyébként. Ilyenkor nem bánom. El tudod engedni. Bocsánat, sajnos én nem mehetek belőle. Neked is kifogatom valami. Jó, én fájtet kívánunk neked. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Van egy témánk, egy fantasztikus témánk. Fölírtuk mindenkiért, csak még vágjunk bele, mert pont el tudom mondani, és utána tudnak SMS-t írni a hallgatóink fél után. A másik után. Témájának a lesöprése az asztalról. Jó, hát ebben nem volt több. Higgyétek el, a belső ritmus érzek, az nektek bőven nincsen, egyáltalán nem értetek ehhez, de én fejben szerkeztek, és tudom, hogy ebben nincs több. Jó, tehát ti csak sodródjatok velem, és élvezzétek azt, hogy itt vagytok velem. Na, van egy oldal, ami a virtuális bakancs listát elemzi, és a virtuális bakancs listádat írhatod föl, és ez nekünk most egy nagyon jó kutatási alap lehet. Ez az oldal arról szól, hogy mindenki ugye álmodozik valamiről, és állítólagosan a meg nem élt, ki nem élt, ki nem mondott vágyak, azok a tudat és a tudattalan, tudat alatti megrontói. Tehát tönkreteszi a szervezetedet, rombolja az egészségedet, tönkreteszi az immunrendszeredet. Ha van egy csomó dolog, amit te nem mondasz ki, nem élsz meg, és elfojtod saját magadban. Van egy virtuális bakancslistás oldal, egy weboldal, ahol a titkos vágyaidat teheted közzé, ami arról szól, hogy ha neked van valamilyen titkos vágyad, akkor legalább ki tudod magadból írni. Nem biztos, hogy ott valaki olyannal találkozol, aki neked azt megoldja, nem biztos, hogy valaki olyannal jössz össze, aki segít neked megoldani ezt a dolgot, vagy végrehajtani, de legalább ki tudod magadból írni. Tehát a lelkednek jó. A lelkednek jó, hogy te ezt így felraktad egy oldalra. Nem tudom, miben más erre az oldalra feltenni, mint leírni egy papírra, de mégis azt mondják a nagy okosok, hogy írd ki magadból, az már fél siker. Majdnem megvalósítás szinten van a dolog. Regisztrálni kell? Na hát azt nem tudom, ez egy amerikai hát azért oldal, az nem minden. Várjál, azért nem mindegy, tudod. Vadon János, kukac, tudod. És mellett. Igen. Nagyon. Na. Na, és végezzünk egy közvélemény kutatást, és nézzük meg, hogy én ezeket nagyon szeretem, mert azért mégiscsak elérünk egy, mit tudom én, reggelente másfél-két millió emberhez. Hogy hallgatóink, ha most leírhatják egy SMS-ben, hogy bennük mi a leginkább elfojtott vágy, amit még nem tudtak megélni, még nem tudtak kiélni, még nem tudtak megvalósítani, az miről szól? Utazásról? Párkapcsolatról? Szexről? Kipróbálni bizonyos dolgokat? Kipróbálni hármasban? Félrelépni a feleség vagy a fér mellett? Elutazni és otthagyni a családot és elmenekülni egy hónapra egy lakatlan szigetre? Név nélkül írjátok nyugodtan,
azon vágyatokat, amit még magatoknak sem mertek bevallani, de valahol azért néha felötlik és ott motoszkál, és abban benne van az. Egy hétre ott hagynám a két gyereket, mert megőrülök tőlük, és elutaznék valahova, akkor írjátok le nekünk. Nézzük meg, hogy nagy mit folyt jó. El a magyar lakosság magában. És természetesen, Laci, ami szerkesztőnk nem fogja összegyűjteni majd későbbi megszólalások céljából egy folderbe, hogy oké, közveszélyesek, telefonszámok, látensek, telefonszámok, agresszívek, telefonszámok. Nem adjuk ki. Nem természetesen nem. Nem kötünk össze senkit senkivel. Ezért csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy aki most autóban ül, rádiót hallgat, otthon van, kocsiban, munkáján, iskolában is bennünket hallgat. Mit folyt el, mit nem élt meg, vagy mit nem mert megélni? Mert ugye az elfolytott vágyak nem mindig arról szólnak, hogy nekem nincs lehetőségem elutazni, mert nincs rá pénzem, hanem nem teszel meg valamit, mert nem vagy elég bátor, elfolytod magadba, nem vallod be magadnak, nem mered kipróbálni, nem akarsz felrúgni bizonyos dolgokat. Tehát nem csak olyat írjatok, amire nincs lehetőség, de megtennétek, hanem amit elfolytotok magatokban, de szívesen megélnétek. Mit rögsz? Már eszedbe jutott? Írnál? Én nagyon. Gyerekek, mindenki tudna írni. Legyünk őszinték. Hát most ez egy nagyon őszinte műsor lenne, és senki nem hallgatna bennünket, hárman beszélgetnénk, tudnánk erről beszélni, nem? Mindenkinek vannak ilyen vágyai. Na, ülj bele Balázs székébe felé. Ezen nem már ültem ott. Ültem már ott. De nem utána. Kipróbálhatod most Jós, kipróbálhatod. Nézzük meg, hogy miről szól a leginkább az elfolytásom a magyar tudattalatiban. Szexel kapcsolatos elfolytás? Egzisztenciával? Utazással? Pénzzel? Jó autóval? Három nővel? Anyalányával? Miért kanyarodok ide mindig vissza? Igen. Mert ezt írják a legtöbben. Illetve vagy például anyalányával. Nagy mellővel? Kis mellővel? Három mellővel? Három nővel? Nyolc nővel? Anyossal? Feleséggel? Ja, az ugyanaz. Olyan, mint gombócartúra csokoládéval. Jó, tényleg, írjatok nekünk SMS-t. Bárhol vagytok, gondoljátok át, egy pillanatra szem lecsuk, kormány elenged, megáll, piros lámpánál lehetőleg. Nők, anyák, férfiak, 50-esek, 60-asok, mi az, amit elfojtotok magatokban, mi az, amit szeretnétek megélni, ha lenne elég bátorságotok. Valljatok nekünk, mi mindenkit megértünk. Írjátok meg. Amint tudunk segíteni. Minden van otthon, csak kevés. Ezt is el. Nézzük meg, jó? Ha most bekapcsolva maradt volna a mikrofon. Bizony. Most mi lett volna? Itt mindenki mondott mindent. Egy erkölcsi fertő volt a stúdió. Undorító vagy, Feri. Fúj! Tényleg, komolyan, én sok miatt hallottam a Feri, de hát azért komolyan mondom, tényleg, az eszem megáll. Fröcsögött, mi? Ez eszem megáll, hogy mi maradt a fejedben. Ti is, jönnétek. Úristen, ti is, csak nem mertétek vállalni. Miket folytasztál, és az a kecske, hogy kerül oda? Nem is értem. Na, egy nagyon érdekes kísérletet végzünk, ami nem feltétlen a szexuális elfojtott vágyakról szól, azért ezt mondjuk. És kérjük hallgatóinkat is, hogy vegyék komolyan, mert maga a kísérlet szerintünk baromi jó. És arról beszélgetünk, hogy van egy amerikai oldal, amikor is te leírhatod az elfojtott vágyadat. Miről szól az elfojtott vágy? Vagy nincs lehetőséged megcsinálni, vagy nem mered megcsinálni, vagy nem mersz kilépni tulajdonképpen a hétköznapi keretekből, és nem mersz valakinek beolvasni, elküldeni a főnöködet. Te feltöltheted ide, hogy mi az, amit még nem éltél meg. És végzünk egy kísérletet. Arra kértük hallgatóinkat, hogy tényleg egy pillanatra vegyék komolyan a mi idézőjeles műsorunkat. Nehéz minket komolyan venni, de hogy végezzünk egy komolynak tűnő kísérletet. Gondolkozzanak el egy pillanatra azon, hogyha egy igazán őszinték magukhoz, és ez a legfontosabb, hogy nem hozzánk kell őszintének lenni, hanem magatokhoz. El lehet bagatelizálni, aki hülyeségeket ír, az hárít. Ez teljesen egyértelmű. Nem tudom, mesztelenül kilövetném magam a názával, meg nem tudom, persze értem, de hogy jönnek igazán direkt bagatel SMS-ek, az egyszerű hárítás. Most te viszont nem érted meg a mesztelen űrkivlést? A mesztelen űrkivlést, igen, de a szurikátákat tenyészteni egy farmon mesztelenül, tehát nem mondjuk már, hogy valakinek tényleg az elfojtott vágya. Tehát ő próbál hűlni. De nyilván mindenkinek van tényleg. Egy olyan dolog, amit vagy még magadnak is félve mertél bevallani, vagy a környezetednek egyáltalán nem mered bevallani, elfojtod magadba, mérgezi a lelked, ez lehet, hogy bevernél egyet a főnöködnek, hogy elmennél a férjeddel egy hétre, hogy kiosztanád a munkatársaidat, nyilván lehet szex is, mert megbeszéltük itt azért a hírek alatt, hogy a legtöbb elfojtás valószínűleg a szexel kapcsolatos. Párkapcsolat, szex, ugye hát egy csomó mindent az ember nem tud kiélni, megélni, mert a férje, felesége nem biztos, hogy erre vevő. És azt kértük hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy ők mire vágynak, ha egy dolgot feltölthetnének erre a bizonyos virtuális bakancslistára.
mi az az egy dolog, ami az ő elfojtott vágyuk? Vagy amit a legszívesebben megtehetnének, ha megtehetnék? Van kimutatás már erről a bakancs listáról, hogy miket töltöttek? Nem, ez csak egy témaindító cikk, nem szedték össze, hogy a legtöbb amerikai ezt vagy azt szeretné, nincs összesítés, nincs egy ilyen statisztika, hogy a legtöbb amerikainak utazással kapcsolatos, vagy párkapcsolattal. A kívánsága egyszerűen csak ide kiírhatott. Tehát ez egy jó gag. Tök jó lenne, hogy az egész nemzetnek lenne egy ilyen, itt kormány.hu-n lenne regisztrál, és év végén kihúznának egy embert, tudod, a regisztrálók közös annak teljesítenék. Tudod? De hogy így egy embernek az országból. Egy magyar embernek. Hát húzzunk mit, tessék. Hogy teljesítsünk egyet? Igen. Picit félek, hogy velünk kapcsolatos a kérés. Istenem. Sose baj. Jó. Sose baj. Mi arra az SMS-re gondolsz, hogy Balázs az álmom, hogy eregeig szeletkezzünk, aláírás nem, Béla? Nem, ezek vagy... azért nem szellemesek most, mert ez már százszor elsütöttem mindenki, igen, igaz. Meg ez jó, meg nem igaz, üdv Józsi, Balázs a szexelni, ha óriásit nevettünk egyébként, tehát sírtunk rajta, annyira vicces volt. De tényleg mindenki vegye ezt egy kicsit úgy komolyan, hogy ír nekünk olyan dolgokat, ami valójában az ő vágya, és rengeteg SMS jött, mindjárt elkezdünk belőle szemezgetni, mire vágyik ma a magyar lakosság nagy többsége, vagy a hallgatói nagy többsége, mindjárt kiderül. Egy olyat elmondok, ami egy picit úgy tűnik, mintha Balázs egyik ötletének az elorozása lenne, de én nagyon komolyan mondom nektek, hogy én tényleg régóta vágyom arra, sokszor álmodok erről, és hogyha nem félnek attól, hogy mondjuk összefutok embertől, én például tényleg tök szívesen mászkálnék a természetben kint mesztelőt, egy erdei úton, vagy ilyesmi, de úgy, hogy nem csak egy 5 percet, vagy 10 percet, hanem tényleg sétálni 1-2 órát úgy, csupaszon pőrén, a természetben kint, hogy nem fut velem senki össze, tehát nem jön szembe egy tájfutó, de valaki nem kanyarodik rá. Hát ezért, mert hogy érted, megjelenik mellettem egy papam, ahogy gyerekek ott. Hát talán nem jelenik. Na, nem jelenik. Igen, most. És azt mondom majd, hogy srácok, nem folyamatosan elhívni, mi történt a hétvégén. Hát van ilyen, Jali, országos kék túra, de azt ez mások pont is használják. De ez még egyébként egy simán megcsinálható dolog. Hát nyilván egy Lajos forrás mellett csináld meg, hát, vagy rám szakadéknál. De ja, rám szakadék, elnézést, bocsika, jövök. Ereszkedem, kicsit vág a beülő, de hát azért ez simán meg lehet. Ez nem egy akkora dolog, hogy messzelenre levetkőzöl, és sétálsz egyet, vagy kifeksz, hát nagyon sok elhagyatott rész van, ahol azért ezt meg lehet csinálni. Jó, de én a nem vagy a szarvasárdaik szeretném. Ez nem az elfojtott vágyakról szól, ez csak a bátorság hiánya. Ez nem azért nem csinálod meg, mert ez egy elfojtott vágy, hanem mert egyszerűen... Tehát egy gyáva vagyok? Vagy tehát, hogy a félet... Kukirigy. Kukirigy. Ja, hogy irigy le másodtal a látát. Igen. Na, gyerekek, nézzük, mit írnak hallgatóink, jó? Hogy ki mire vágyik, csak szemezgetés tényleg, mindenféle statisztika nélkül. Kikötném az exem egy székhez. Addig ütném, amíg választ nem kapok az összes kérdésemre, írj egy hallgató. A főnököm lányát szeretném elkapni. Azt mondja, hogy 58 éves vagyok, még nem ültem repülőn, feleségem szeretne Párizsba utazni, de én félek a repüléstől. Kocsival nagyon messze van, mondtam, menjen nélkülem. Ezt Béla küldte nekünk. Nekem az a vágyam, hogy két nővel lehessek együtt. Jó, a műsor, állandóan titeket hallgatlak, üdv István. 48 éves férfi vagyok, sajnos a punciból kevés jutott. Oh. 48 éves vagyok, és őszinte. Te jó fej vagy. Hát ez jó, egyébként jó, nincs ezzel baj, ezt ki lehet mondani. Azt mondja, hogy a bakancslista elején az lenne, hogy az első, hogy befejezem a házam renoválását, már unom 15 éve csinálom, sose lesz kész, olyan, mint a 100 éves háború, Attila írta nekünk. Elfojtott vágy, kérdezi egy hallgató, elmagyarázni a feletteseidnek, hogy a saját hülyeségét ne kenje rád, és ne rajtad kérje számon. Elmagyarázni neki, hogy mekkora hülyeséget beszél, ja, és ezt végre nem virágnyelven diplomatikusan, hanem úgy, ahogy ő teszi, ami irányunkba. Írja egy hallgató. Szerintem ez sokak nevében írta. Nagyon sokan vannak így szerintem, akik féltik az állásukat, félnek a retorzióktól, és egyszerűen ezért nem. Pedig szerintem sokkal jobban is működne a munkakapcsolat. Két gyermekes anyuka vagyok, 18 éve leszünk együtt a férjemmel, soha nem voltunk kettesben, egy hétre vágyok, hogy csak mi kettesben legyünk. Kérlek benneteket, olvassátok, mert most kicsit rosszban vagyunk. Nagyon szerettem, ő az életem, Kardosné. Aláírta, de akkor beolvashatom a hát nevét. Legalább így most már tudják. Igen. Azt mondja, hogy 29 éves normális átlagos életet élő nő vagyok, szüleim szemében szent, kicsi lányok, normális párkapcsolatokkal, felnőtt mércével, normális pasikkal, de nagyon vágyom hármasban szexelni két férfivel. Érdekelne, hogy a nők hány százaléka él ezzel a titkos vágyal, anélkül, hogy bárkinek is beszélni mernének róla. Hát, amit eddig beolvastál, az 70% szex volt egy erőszak. Igen. És utazás. Igen. Tegyük hozzá, hogy a nők megítélése más ebből a szempontból, mint a férfiaké. Szerintem két dolog van, amit mindenki elfoly, tényleg a szex és az erőszak.
A legnagyobb elfogytás. Illetve a coffee disza, ahogy látom. Ez nagyon sokan így. Az A betű. Hányszor érzed azt, hogy verekednél? Hányszor érzed azt, hogy agyonvernéd? Hányszor érzed azt, hogy egy baseball ütővel kiszállnál a kocsiból, és ha nem lenne következménye a dolognak, akkor addig ütnéd őt és a motorháztetőt és mindent. Ezt egyszerűen elfojtod, mert hogy közösségben élsz, és nyilván megvannak a hátrányai, illetve a következményei. Hatalmas farmra vágyom, tel is tele vikunyákkal. Az anyja úr, a vikunya biznisz. Ezt meg tudjuk érteni. A vikunya, a jó öreg vikunya biznisz, igen. Na nézzük még, milyen esemesek vannak. A nagy része egyébként. Takarítok budai úriasszonyoknak. Sokszor érzem, hogy most van az a pillanat, amikor ordítok, és saját villájában jól megverem. Ja, és ha többet nem megyek, mert betelt a pohár, a kitakarított lakás közelébe elvégzem a nagy vicc. Jaj, de meg tudnám ezt csinálni, és én szívesen megtenném. Van kivétel, köztük is, írja nekünk egy hallgató. Jött egy nagyon helyes, dadogok. A vágyam, hogy egyszer be tudja mutatni a barátnőmet másoknak, ha találkozunk az utcán. Nagyon cuki. Vagy, hogy egyszer azt úgy tudjak pizzát rendelni a pizzériába, amit szeretnék, és ahogy szeretnék, írja egy hallgató. Ez cuki egyébként, nem? Hogy ő dadog, igen, és hogy neki ez van, hogy egyszer milyen jó lenne elmondani. Ha lelkiismeret furdalás félretlenül lehetne tenni, akkor a tinikori szerelmemmel töltenék el egy éjszakát. Két gyermekes, boldog házasságban élő anyuka vagyok. Ugye? Hm. Ez is ilyen érdekes, hogy rossz vagy attól, hogy te erre gondolsz egyébként, hogy szereted a férjed, de lehet, hogy valaki mással telefeküdnél, nem feltétlen. Nem? Nem. Hát, ráadásul meg se csinálja. Meg se csinálja. Persze. Meg ez egy fantáziálgatás, semmi más. Igen. Az én vágyom, álmom, hogy a szomszéd 60 év feletti néni, mik néha, amikor bulizunk, hangos a zene, hálóink helyett vegyen fel ruhát, mielőtt átjön szólni. Mert az ijegységtől nem szoktuk megtalálni a halkító gombot. Remélem, hogy valahogy valaki a tudomására hozza, és teljesíti a vágyam, ezt Edith küldte nekünk. Boldog kapcsolatban élek, de kipróbálnám, milyen lenne egy nővel, minden téren hetero vagyok, de kíváncsi, írja nekünk egy női hallgató. Pucéran utazni egy kukás autó tetején, ez nem te vagy, Ani? Nem te írtad be ezt. Pucérság és kukás autó, pedig a kettő nagyon összeállt. Berecki Zolival eltölteni egy éjszakát, nagyon jó pasi, ez Gyöngyi küldte nekünk. De beteg. A Berecki miért? Hát nem van, akinek bejön. Miért lenne beteg? Hát hány hétköznapi nő álmodozhat cele pasikról, a Beckhamről, a Brad Pittről, nem? Tehát biztos, hogy nagyon sokan gondolják még egyébként szex közben is a párjuk helyett. Nem? Megcsalás? Hát közben hogy lenne másra gondol. Hát ez egy elérhetetlen dolog. Hát hogy megcsalás? Megcsalás? De gondoltál te más nőre, mint akikkel valahol... Nem, csak kérdezem. Ja, nem, megcsalás, nem megcsalás. Ne, hogy mondaná, bevallotta nekem, hogy az esetek 50%-ában ti anyított Csabára. Nagyon szeretnék két férfival szeretkezni egyszerre, így egy hallgatónk. Júli, hello, jó reggelt! Elfojtott vágyak! Nincs a rajta férfiaknál... melltartó, csak mondom. De van. Igen. A férfiaknál erőszak vagy szex, ez kiderült. A nőknél mi leginkább? Párkapcsolat? Szerintem az. Aha, igen? Szexuális. Szexuális? Ennyi mindent elfojtunk. Nem, szerintem egyébként, tehát nekem például, amiről tud róla, hogy nekem mi. Úgyhogy idén bicikli helyett születésnapomra. Azt kéred? Meg is kapod? Hát megbeszéltük. Gyerekek, hát ez a legjobb, amikor két ember ezt meg tudja egymással beszélni, és a másik nem féltékeny lesz, hanem azt mondja, hogy rendben, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én azt teljesítem neked még úgy is, hogy lehet, hogy nekem ki kell lépnem a komfortzónából. Ez nem egy rossz dolog. Ez az igazi szeretet. Ezért dolgozik egész nyáron 12 órát. Nehogy véletlenül egy gyerek. Nem az az igazi szeretet, amikor valami olyat teljesítesz, hogy önmagadon kell túllépni? És nem birtoklod, hanem azt mondod, hogy megadod neki, amire ő vágyik? Az igazi szeretet a részéről, hogyha olyat kér, ami téged bánt, azt mondja, hogy azt mondja a feleséget, hogy ő szeretne lefeküdni még, igen, egy pasival. Ez mondjuk abból az szempontból nem jó, hogy te ezt élveznéd, tehát mondtad, hogy megnézed, szívesen megnézed a dolgot. De érted? De akkor az a te komfortzónádból való kilépés, hogy megengeded. Hát szerintem a szeretet az arról szól, hogy mindent megteszel neki a saját magad rovására, és nem birtoklod. Tehát... De neked rossz lesz tőle, nem? Tessék? De neked meg rossz lesz tőle. Rossz lesz tőlem, de az igazi, de azért lesz rossz tőlem, mert rosszul gondolsz rá. És ha úgy gondolok rá, hogy neki jó, akkor megengedem? Tehát az igazi szeretet az nem arról szól, hogy nem birtoklom, és azt mondom neki, hogy szeretlek, ha ezt megteszed, és nem teszed, és nem szeretlek, ha ezt megteszed. Az igazi szeretet arról szól, hogyha te ott abban az adott pillanatban valakivel boldog vagy, akkor az nekem is boldogság, hiszen szeretlek annyira, hogy nem szabályozlak egyébként. Csak ezt senki nem tudja megvalósítani, mert az ember ennél gyarló. De az mit csinálsz a párkapcsolatoddal? Birtoklod. És azt mond neki, hogyha a szabályrendszeremen belül viselkedsz, akkor szeretlek. Akkor szeretlek. Ha megcsalsz,
mert valakivel egy pillanatnyi boldogságot éltél át, akkor nem szeretlek. Miért? Mert nem tartottad be a szabályrendszert. Uh-huh. Holott, pedig neked jó volt, örülnöm kéne. Holott egy igazán magas spirituális elveken működő párkapcsolatnak, nem azt mondom, hogy bárki lefeküdhet bárkivel, és ezt most senki ne fordítsa, hogy ez egy nagyon egyszerű világnézet lenne, uh-huh. hanem azt mondom, hogy ha neked jó volt, és te ott megélted a pillanatot, és te ezt elmondtad, és te ettől több lettél, és ezt te nekem elmered mondani, és nem volt benne lelkiség, nem viszonyod volt, nem hazudtál nekem, akkor arra megpróbálok nem féltékeny lenni. És ez baromi nehéz, mert akkor már igen. viszont nem birtokollak, hanem szeretlek úgy, azzal azáltal, amit téged boldoggá tesz. Ez az igazi. Hányan fognak most ezzel a dumával haza menni? Ne, senki, ezt én sem tudom megvalósítani, de az nyilván. Igazi emelkedett szeretetek, erről kéne szólni. Juli. Van egy ismerősöm, akit a barátnője most elvitt lingam masszázsra. A barátnője fizette be. Aha. Próbálja ki. Mi a masszázs? Lingam masszázsra. Linga, ling, long. Művészi. Long. Bum-bum finish. Happy finish. Igen, de művészi. Tényleg hosszú időn keresztül. És a barátnője vitte el a pasit. Barátnője vitte el a pasit. Hát az nem... Elmész a masszázsra? Nem arról van szó, hogy a végén. Kapuajban azt viszontlátásra. Hát ez egy rendes masszázs. És hát annak a vége nagyon jó, de igazából az csak, hogy is mondjam, az csak haba tortán, az egy fél órás masszázs. És a barátnője is ott volt? Nem. De tulajdonképpen ők azt mondta, hogy együtt választották ki, hogy ki lesz az a hölgy, aki majd megmasszírozza az ő párját. És akkor azt mondta, hogy ő nem. Jó, ez is érdekes egyébként, igen. Jó, de te nem mondod el. Jó, megállapíthatjuk, hogy hallgatóink nagy részének azért a vikunyákon és a főnök arconverésén túl azért leginkább párkapcsolat. Tessék? A vikunya nem rossz egyébként. Az ütött. Igen, érdekes a dolog, de a legnagyobb elfolytások azért itt vannak. Hát erre is jó ez az oldal, hogy fel lehet tölteni. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akarok nektek mutatni valamit. Gyere kávézni. De szemét! Eddig mindig lukra futottál. De én szeretem de ezeket. De luk akkor is. Borzolni na. Kicsit a kedélyek. Megint mi van? Esőtúrajtata. Most? Jani térnek. Hallod. Most? Furra a kíváncsiság. A hajad. Ja, na, ja, tényleg. Leteszed na, a szőrödet. Azt is letettem már, adja. Igen. Pont tegnap sehol. Csendben vagy. Az jó, az nincs baj. Érdekes a dolog. Mert hogy tegnap olvastam, több internetes portál is lehozta, hogy a világ különböző pontjain egészen megdöbbentő módon megmagyarázhatatlan, eredetű, fura, mindez idáig senki által meg nem magyarázott hangokat hallanak civilek. Uh-huh. És ja. Én ezeket a civil videókat szeretem a legjobban. Mert ebben nincs átverés, ez nem arról szól, hogy itt most hallasz valami nem tudom milyen hangot, és akkor ott egy kilohertzelt ott megfejtegetted, hogy mi. Hanem emberek videózták a párjukat, szerelmüket valahol, és közben egyszer csak megmagyarázhatatlan körülmények között hallották ezt a hangot. Zseniálisak ezek a videók. Ez olyan, mint a NASA mikrohullámú sütője? Ez egy kicsit jobb. Ugye a NASA mikrohullámú sütője az érdekes, mert ugye meg az óriás teleszkópok befogtak valami hangot, egy héttel ezelőtt beszéltünk rá a kitelepülésen, majd kiderült, hogy valaki sütött egy popcornt a mikróba, és a mikrónak a nem tudom milyen közepes frekvenciájú hanghulláma zavart be az egyébként nem tudom hány kilohertzes, nem tudom milyen radarba. Aha, tehát de itt nincs volt. Mikrohullámú sütés, a világ több pontján történt meg ez. Aha, saját személyes tapasztalat van? Milyen saját személy? Hogy én hallottam-e? Hát, de így tudom én, el tudom kézdeni, hogy a régi autódban azért voltak fura hangok. Mit az én kis pockiból olyan hangok jöttek, hogy azt még a NASA is bekérte, figyelj, hát én kis pockival indultam. Na most oké, ti akik olyan szkeptikusak vagytok, és mindig van valamilyen nagyon racionális, ilyen nagyon kézzelfogható magyarázat. Szeretném, ha ezt meghallgatnátok. Aha. És velem borzonganátok na, kicsit. Na húha. Nagyon kíváncsi vagyok most. Mi lehet az? Halljátok? Ez már az. Aha. Most ez volt az? Nem, még nem mutattam ja. semmit, azért mondtam. Ugye fura. Kíváncsi voltam, mert ha azt mondjátok, már halljuk, akkor már átszellemültetek. Még nem mutattam, nem na, mutattam semmit. Már nagyon kíváncsi vagyok, mit is írt a UFO Info. Hú, az UFO Info, persze. Az UFO Info. Olyan, mint egy hangszer, igen. És nem nagyon tudják... Ez már hogy... hármas ugrás? Nem nagyon tudják megmagyarázni, hogy honnan jön. És az elmúlt 10 év... Ben, egyre másra töltötték föl YouTube-ozók, vagy a YouTube-ra azok, akik ezeket a hangjelenségeket észlelték egyébként. Zseniális. Tehát skifikben hallasz ilyet. Az első. A YouTube csatornának az a cím, ez... hogy én is halucinálok? Igen. Feri, ne kérdezz, mert igen. Soha nem fogjuk. Bélyegezzünk együtt, igen. Én és a varázsgomba, én és a pszilobicin. Így van.
Na figyelj. Megőrülsz. Itt azt hallottuk. Ja, ez szerintem volt a bizonyíték. Hang. Nyugi, itt még csak kinyitottak egy ablakot. Azt hittétek, ez a hang. Itt, ez Németországban zajlik. 2015. április 4-én vették föl ezt a hangot. Egy pali elkezdi hallani a lakásában, egy lakóparkot látunk, oda rohan az ablakhoz, feltépi az ablakot, és próbálja felvenni a telefonján a hangot. Hagyjál már, hát eleve egyébként egy tévéműsor, érted a Gottschalk Show áthallatszódott a szomszédból. Nem. Van egy síró kisgyerek valahol. Figyeld. Jó, oké, ez nem győzött meg benneteket. Oké. 2013. Augusztus 29. Hass is back. Berlin. Kanada. Figyeld. Azért ez durva. Az nagyon. Fákat látunk, fúj a cél, emberek állnak az utcán, és mozdulatlanul állnak, és mindenki keresi, hogy honnan jön a hang. Már esik is. Vihar van. Mi ez? Aha. Hát így, ez mi? Ez alapján nem iratnám be a gyereket a konzervatóriumban, biztos, nincs érzéke a hangszerhez. Picsike, tedd le a szaró a trombitát, úgy segberugak, hogy ide kiesik a fogad. Oké, akkor zongora nem harsona. Jó. Harmadik. Figyelj. Jó, oké. Hol járunk? Kicsit. Állnak emberek itt is, azt látjuk, hogy állnak emberek, és mindenki forgatja a fejét, egy nagy területen vagyunk, valamilyen parkban, és senki nem tudja, honnan jön a hang. Figyeld. Ez mi? Was ist das der furcsa zaj? You guys hear that? Ez mi? Madár csicsergésnek tűnik. És ez mi? It's weird, I never heard anything like that. Azt mondja, hogy ez ilyen ijesztő, vagy kísértett ilyes, igen, vagy rémisztő, hogy soha nem hallottam ilyet előtte, azt mondta. Na, mondjuk, ez nem is ittunk hát, ennyit. Szerintem egyébként érdekesen szól. Nem. És nem tudom, tudósok se tudják megmondani, azt mondják, hogy ez a háttér. Where's it coming from? Hogy honnan jön. Ezért érdemes kérdezte. Egyébként nagyon nagy nagyavítás után például egy hajót a szárazdokból úgy visszaengedni a tengerbe, hogy előtte elárasztják vízzel. Na, de várjál, mert ilyen hangot ad, amikor becsúszik a tenger. Nézd el a videót, de itt emberek állnak egy parkban. És forgatja... Anyá! Hallod embereket parkban. Forgatja a telefont, és mindenki furán néz, tehát ez nem arról, hogy egy lakásban hallod, hanem állsz kint, és valahonnan jön. És a tudósok se tudják, azt mondják, hogy egyébként egészen fura eredetű a hang, de nincs meg. Tehát olyan, mint egy ilyen tényleg egy ilyen kínlódó elefántcsorda, de nem tudják, hogy honnan jön a hang. Elefánt. És azt mondják, hogy a bolygónak van egyfajta háttérzöreje, vagy hogy a tektonikus lemezek, amik mozognak alattunk, azok adhatnak ilyen hangot, de senki nem tudja, hogy egyébként ezek milyen hangok. Honnan jönnek, ki adja ezeket a hangokat. És nincs egy nagyon érdekes. Nézd meg a videót. Helyi didgeridoo csapat. Igen, az ausztrál, a német és a finn didgeridoo csapat, igen, akik nagyon-nagyon gyakorolnak. És szerintem jó, érdekes, nem? Nincs jó hangja? Dermesz, a Spielberg filmben volt ilyen hangja, amiben a Tom Cruise játszott, amikor megérkeztek az UFO-k. Ez már egy másik videó. Ez the hell is that? Kérdezi, ez mi a pokol ez? Sétálnak. Spielberg ott adja a zenét. Utcán hallják ezt emberek, ezt a hangot. Aha. Nem mondta, hogy nem pukiznád össze magad, ha hallnál egy ilyet. Hogy honnan jön a felhőkből, kérdezi ugye az ember. Hallod nekem erről Lár András vers, a forró víz visszatérő vezeték a fűtési ellenáramú vezetékhez című verse jut, azt hiszem, hogy hallgat csak! Nem a belénydek lelkű, így küldi lelk lomha pillangó képében, iszonyú mérgi ostorát!
Érted? Tehát, hogy gyerekek, felrakunk egy pár videót a Facebookra. Nektek. Nem ennek a kép? Aha. Nem tudom. Ja, azt hittem hozzá. Nem. Érdemes ezt a videóval együtt megnézni, az arcokat közben, hogy fogalmuk nincs, hogy ez a hang honnan jön. Nem tudják. Hogy milyen dolg, hogy mennyire keveset értünk a világból, azt akarom fel, arra akarom felhívni a hát meglehetősen, hogy is mondjam. Például itt senki nem érti, hogy hol a hangszóró, amiből ilyen világos. Nagy területen, gondold el, hogy hány hangszóró kellene ehhez, hogy egy nagy területen szabadban benyomjál ilyen hangerővel hangolt, ami szabad fülön így hallható. Hát ez koncerten nem szól így. Tehát ha megnézed a videót, hogy ők milyen területen vannak, ők is sétálnak egy nagy parkban. Tehát ez nem tudod behangosítani, nem tudsz ennyi hangszórót letenni. Voltál már szabadtéri koncerten? Hát egy páron azért megfordultak. Na tessék, mi ez? Na most ha félretesszük, azért nyilván azért hárítotok, mert fingotok nincs is. Lajos, hogy szalad már Dezső bácsi is mond, mennyi, ha aki csak nem is tudom, mit csinálnak, de biztos, hogy rájuk fogom írni meg ilyen ardokat. Na, de tessék, mi lehet ez? Uh-huh. Ugye, hogy közben azért érdekes, nem tudjátok? Csak bénán humorizátok. Hogy elüssétek. A tanástalanságot. De nem kell rá keresni, tehát ez egy egyszerű hack. Mennek körbe, érted, a világban, leteszik a kis hangszóró. Nyilván egy Marshall hangszóróból csinálják, persze. Hát a Marshall az nem gyenge. Ez jó minőség. Figyelj, de most őszintén, tehát hogy így... Ja, mert ez ugyanaz a hang egyébként? Úgy érzed, hogy minden a világ különböző pontjain mindig ugyanaz hát a hang lehet? Hát hasonló hangok vannak a világ különböző pontjain, így van. Nem lehet, hogy egyszerűen csak arról azt mondom, hogy mit tudom én, lehet, hogy ez van a bálnáknak a hangjára. Engem nagyon emlékeztet a dolog, mit tudom én, párzó bálnák, hogy találkoznak egymással. Németországban, Berlin közepén nehéz. És ezt a hangot felhasználják mondjuk ilyen, hát, hogy is mondjam, csak kamuszagú videóknak az elkészítéséhez, mert egyszerűen csak rákeverik a zenét. Az nem lehet? Ja, hogy a videó a kamu. Igen. Aha. Nem, a videó nem biztos, hogy kamu, lehet, hogy tényleg hallott valamit a csávó, aki rögzít, csak utána ezt valaki megszerzi, és alákeveri a délszakot. Igen, valaki ez egy csúvi német szinkró hangja. Na jó, oké, mindegy, ezt meg akartam nektek mutatni. Lehet. Nagyon sok ilyen videó van fönt a YouTube-on, lehet, hogy mindegyik kamu, nem tudom. Küld már át majd a linket, légy. Neked mindenki. Nem a zsűnnek, nem nekem. Persze, neked mindenki. Küldök át neked, elmegy a fajaszod, lefotózom. Fél, UFO-ért nem lehetsz házast kérni. Csak mondom egyébként, érted, hogy ilyen hangok a klónyomból is szoktak jönni, amikor bemennek a portások. Persze, nem utolás rám. Ja, tényleg, Feri, dobod be? Dobod be, de reggel csak pisilt. Miért dobnék? Nem voltam. Hölgyeim és uraim! Öreket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Ugye tegnap egy érdekes dolog történt, aminek nem tudjuk az apropóját, és nem is akarunk erről nagyon hosszan beszélni, nekünk ez egyfajta témaindító, mert szerintem ilyen hasonló, ha nem is ennyire extra utitárs, ugye mindenkinek van. Egy mesztelen nő borzolta a kedélyeket. Szerintem egyébként annyira nem megdöbbentő a dolog, hogy ő most az elme állapota miatt ment mesztelenül, egy aktivista, Putyin ellen tüntet, bár akkor a mellére lett volna írva valami, igen, hogy nem volt rajta cirilbetűs felirat. Nem volt rajta cirilbetűs felirat, igen, hogy zavarodott volt, vagy egyszerűen csak ezzel akart kifejezni valamit, ne adj Isten, egy promóció, amit én egyébként azért kevésbé gondolok talán, és majd megtudjuk az apropóját. Minden esetre ugye tegnap Budapest utcáin egy mesztelen nő jött-ment, több megdöbbentő eleme is van ennek a történetnek. Egyrészt, hogy állítólagosan az a 3-4 órában senki nem ment oda. Senki nem kérdezte meg, hogy segíthet-e, bajban van-e, takarta le, próbált vele kontaktust keresni. Mindenki ugye csak fotózgatta, röhögött, és titokban csinált róla a képet. Elárasztották tegnap a Facebook oldalt az utazók felvételei. Nem tudom, hogy most egy mesztelen nőt egyébként én lefotózzék, hogy hú, de vicce, hát csináljuk róla a fotót. Főleg, hogy bennem, ahogy mondjuk beteg vagy. De oda mentél volna egyébként? Tehát, nem tudom, ezt sem tudom. Tehát, hogy nem demagóg lenne kijelenteni, hogy jó, hát biztos, nem tudom, hogy reagálnék. Ha látnám, hogy azért bajban van, fotózzák, kiröhögik, nyilván az emberben megszólal valami emberség, hogy legalább megpróbálja vele kontaktusba kerülni, hogy segíthetsz-e bajban. Azt, hogy nem, uram, jól érzem magam, hagyjon, köszönöm, akkor nyilván az ember visszahat rá. De aztán lehet, hogy nem. Tehát, hogy az emberből ezt most egy olyan érzés mondja, amit nem tudom, hogy élek. Lehet, hogy az emberek egyszerűen zavarba voltak. Na jó, de akkor nem a fotó, tehát akkor nem a fényképezőgépet veszed el. Jó, hát ez... Szerintem. Persze. Hanem akkor, ha zavarba vagy, akkor elfordítod a fejed, és tovább mész. Eltakarod a gyerek szemét. Igen, vagy a gyerek szemét. Vagy a feleségedét. Igen, nem is tudod, drágám. Igen, de mit mondod, képzelj el, Feri, hogy a felesége megy mesztelenül? Hát persze, most gondolod, és figyelj, oda néz béka. Hát én oda megyek, megkérdezem, hogy mi a probléma. Oda mész, te puf, már fekszem is. A gyerekek, ha egy nő arra féltékeny, hogy oda mész egy
egy meztelen nőhöz, az a busz megálló megkérdezi, hogy hölgyem, segíthetek, baj van. Hát azért, ha ki ezen kiborul, az, az ott azért... Jó, de ismered a békát. Nézd meg, senki nem megy oda. Miért pont te mész? Miért pont te? Zavar, miért pont te mész oda? Mindenki tovább. Igen, na mindegy, ha valaki tudja, hogy mi az apropója ennek, akkor, akkor jelentkezzem. De nem is erről akarunk mi beszélni, vagy nem is a hölgyről, hanem arról, hogy elindult egy Instagram oldal, amit tulajdonképpen egy valaki szerkeszt, és ez arról szól, hogy furcsa utitársakat lehet feltölteni erre az oldalra, de hát egy szerkesztője van ennek az aha. oldalnak, tehát gondolom arról van szó, hogy ez az oldal szerkesztő várja a fotókat, és aztán és ő ezt erre az Instagram oldalra felteszi, és arról szól, aki egyébként követ bennünket Instagramon, az megnézheti, hogy Bali kit követ Instagramon, aha. én követem ezt az oldalt, tehát meg még egy-két érdekes oldalt, 258 ezeren követik, furcsa utitárs. Furcsa utitárs, a neve nagyjából így lehet lefordítani, furán viselkedő, gátlástalan utitárs, és mindenkit lefotóznak, aki valami furcsa dolgot csinál, úgy, hogy az nem illik oda. Tehát alvó embereket oda. Látunk nyálcsorgatva. Azt szerintem, azt az nem, az egy kiszolgáltatott állapot nem. Ennél sokkal durvább dolgokat csinálnak. Akkor egyébként. Én is fölkerülhetnék, mert velem is egyszer-kétszer előfordul. Tehát van például egy olyan kép, ebből nagyon sok van, egy ázsiai járaton, ahol emberünk mit sem zavartott egyébként a többiektől, elkezdi vágni a lábúj körmét. Nagyon jó. A szélső oldalon. Óriás tapintat. Óriás tapintat úgy, hogy ő azt, hogy leveszi a zokniát, leveszi a cipőjét, és a repülőn egyébként elkezdi levágni az ő körmét, a lábúj körmét. Ha ráér, nem hosszú más az út. Más kultúrkör. Én. Persze, hosszú az út. Igen. Nem, biztos, hogy azt mondja, hogy érted, hogy megtisztelem azzal az utastársaimat, hogy rövid körmökkel utazok velük. Van olyan kép, aki a vizes ruháját teregíti ki egyébként a repülőre. Van aztán olyan kép, amikor is hát csúnya dolgokat találsz a mosdóban, a repülőgép mosdójában. Hú, azért ott, tehát hogy annélkül, hogy részletekben belemennénk, mert tényleg gusztustalan, de hogy ott mire gondoltak? Mert én láttam ezt a képet, most is itt van előttem. Szóval az mennyiség. Tehát, hogy ott az lehet, hogy nem egy ember. Akkor nem működik valószínűleg. De akkor nem szólsz a stewardessnek, vagy nem szólsz a, mit tudom, én nem tudom, hogy ez lehet, hogy akár vasúton is készülhet. Tehát, hogy nem szólsz a kalóznak, hogy elnézést, picit oda kéne jó, figyelni. Persze, de abszolút, persze, szóval az a szín. Hát, akkor már inkább a Depardieu-féle, hogy... én értem, hogy miről szól az oldal, de akkor miért nem a Depardieu-féle oldalt, vagy módszert választod, hogy mondjuk egy üvegbe, nem? Igen, feltett lábbal alvás, másik ölébe áthajlás, kézkörömvágás, úgy dobja valaki hátra a haját, hogy a másik háta mögött ülőnek a monitorját abszolút kitakarja. Tehát maga az oldal nagyon jó. És ugye nyilván itthon is nagyon sokan utaznak tömegközlekedéssel, mennek ugye vonattal, villamossal, ami hallgatóink. Kérdés, hogy kinek van hasonló utitársa? Aki vagy minden reggel föl kell, vagy ott vágja a lábúj körmét, vagy furcsán viselkedik, vagy furcsa szokásai vannak, vagy a legjobb talán az, hogy úgy érzi magát, mintha egyedül lenne. Nem? Hát ilyen mindenhol van. Bármit megengedhet magának, úgy érzi. Neked? Te vagy a BKV-s. Hát, nekem ami nagyon csípi a szememet, és ez rendszeresen előfordul, ugye, a feltett láb. Tehát, hogy az, amikor valaki, és ezen az oldalon is egyébként rengeteg ilyet látom, valaki azt gondolja, hogy igazából a vele szemben lévő szék, vagy a vele szemben lévő ülés, az arra van, hogy neki ne legyen, mit tudom én, bármiféle lábprobléma, érszűkülete, stb. A későbbiek, és ez ő felteszi a lábát, és azt gondolja, hogy ez így belefér. Nem ülök senki. Fér bele. Hát igen. Érted? Igen. Aha, ez az szembefordított üléseknél van? Igen. Na, pontosan, hát tessék, pontosan így van. Így van. Ő is retteg a trombózistól valószínűleg, ez azért lehet. Mert hogy teszi föl a lábát? Nézzük meg. Tehát leveszi a cipőt és zoknival átdobja a lábát. Van ilyen, tehát hogy vonaton, egy hosszú úton? Papucsot is leveszik, és a meztelen lábát teszi fel. Aha. Volt egy emberke egy pár évvel ezelőtt, most már nem nagyon látom, illetve látom csak most nálam a felöltözködve, aki rendszeresen az 50-es villamosra úgy szállt fel, hogy levette az ingét a nagy nyári melegben. És azért tudod, amikor azokon a műanyag székeken azt látod, hogy fel kell, leszáll. Én a lábfeltevést nem adom. Én azt nem adom. Tehát, hogyha én fölülök egy Intercity-n és mellette nem veszem le az oknimat, de azt, hogy én leveszem a cipőmet és a szembe lévő ülésre én felteszem a lábam, simán. Simán. De ez abban semmi nincs. A villamoson, a műanyag széken, a levetett papucsú meztelen lábat föltenni, és utána erre ráülni. Hát, na várj, a meztelen láb, a műanyag szék az oké, de azt mondtad, hogy vonaton valaki leveszi a cipőt, és fölteszi a lábát. Én simán megcsinálom. Tehát én hosszú útra megyek, és én leveszem a cipőmet, és simán földobom a lábam. Nem ül ott senki, nem zavarok ezzel senkit, szemben van az ülés, kényelmesen ülök, szellős a vonat, jó, már nem úgy értem, hogy jön be a levegő, de nincs szükség, nem, hanem ülnek még 6-8-an, mit tudom én, egy Intercity-n, ha úgy földobom a lábam, mint a húzat. De legalább nem ártok. Ott nem egy ilyen vetésforgóba megy, tehát nem felszállnak, leszállnak az utasok folyamatosan, mint mondjuk egy villamos járaton. Érted?
Hát a villamos az ez igen, csak mondtad, azért... hogy vonaton feltett lába. Vagy a vonaton simán felrakom a lába. De bocsánat, simán. Vonaton... Azt mondtam, mondjátok, vonat, hogy... Igen, vonaton, hát, mert vonaton ér az okniszláb, villamoson nem ér az okniszláb. Szerintem gyerekek. Más a kettő. Miért? Milyen azért kategória? Két közlekedési ne, szerintem nem, a vonaton azért egy kicsit berendezkedsz. Tehát én villamoson se eszem például soha, mert kibírom a Blahától a Nyugatig, hogy a kombinon ne zabáljam tele magam. Tehát most az, hogy a vonaton te eszel, vagy utazol mondjuk 150 km, és te fáradt vagy, és nem áll meg a vonat, ha csak 3-4 óra múlva, hát miért ne tehetnéd föl a lábad úgy, hogy normálisan, kulturáltan leveszed a cipődet, és fölrakod. Azért a Blahától a Petőfi hídig bírjuk már ki, hogy mondjuk nem dobjuk ki föl a lábunkat mesztelenül egy műanyag ülésre. Tehát a vonaton ülsz másfél-két órán. Tehát azért az és nem ha ugyanaz. Valaki fölszáll Székesfehérváron, te mész a Balcsira, igen? És az az egyetlen hely már... Na, nem, hát az most megint sarkítasz. Tehát ez nem ugyanaz. De most nem igen. Erről beszélünk. Hát ne, hát most az az egyetlen, és egy idős vaknéni felszáll, és te ott ülsz úgy, hogy nem teszed le a lábad, és van bele egy fél nem a kisfiú. Ha várnál meg, míg befejezem a mondatot, azért ne tapos mindenért földben, mert mi van nem veled ma. Olyan jó, akkor mondani. Csináljuk fordítva. Na, tessék. Tessék, te szállsz föl Székesfehérváron, és valaki ott ül földet lábad, meglát téged messziről, tudja, hogy az az egyetlen hely, leveszi a lábát. Igen, mezitláb ül? Nem, zokniban. Semmi bajom. Semmi bajom. Semmi. Tehát szívesen. Te nem ülsz le, ha zokniban ül? Te azt mondod, hogy egy hely van. Valaki felszáll egy zsúfolt vonaton. Aha. Gyerekek sírnak, meleg van, nincs. Igen, ott ülök három ülésen alszom, tehát hogy nem erre és gondolok. És még jobbra el is hát dörzik. És rohadt nagy kubai szibarci, ott én nem erre gondoltam. Nem kell feltétlenül ebben az utolsó helyben gondolkodni, mert mondjuk egy Intercity-n ugye helyjegyek vannak, és hát valakinek oda szól a jegye, tehát oda megy, és nem azért megy oda, mert hogy már máshol nincsen hely, hanem azért, mert oda szól a helye. Vagy lehet a jegye. És akkor oda megy, és azt látja, hogy neked fel van dobva a patád. De ha én Székesfehérváron felszállok, igen? És ő Budapestől Székesfehérvárig utazott, és zokniban mondjuk rátette a lábát, hát azért ennél szerintem dzsúvásabb dolgokra ülsz rá egy kombinón, vagy bárhol. De várj, életetekben először találkoztak egymással. Honnan tudja, hogy neked milyen szintű a lábhigiénián? Azt én értem, de most akkor nem tudod föltenni, mert arra gondolsz, hogy... Egyes, szerintem vegyél a lábadnak is egy helyet. Nem, levenni a zoknit, mezitláb fölvenni, kiteregetni, körmöt vágni, az szerintem. Na, de a mezitlábot számtalanszor láttam már. Az nyáról is mondom, még a póló nélkül utazást is, és képzeld már el a szituációt, amikor feláll az ember, leszáll, és ott marad a hátának a nyoma. Az nem túl higiénikus, igen. Jó, mi az, ami még nem fér bele, tessék? Valaki körmöt vág, ezen az Instagram oldalon az is van, hogy körmöt vág. De azt mondod, az evés se fér, ugye? Vagy hogy te nem szívesen csinálnád mondjuk a Moszkva meg a Blaha között. Én nem szeretek úgy jönni, hogy mindenki bámul. Aha. Hát ez az ember kibírja, hogy a villamoson még nem eszik meg egy hot dogot, vagy nem száll föl úgy. Belefér? Szerintem a papizacskóban van egy ízé perec. Én kibírnám. Most a vonaton eszel, az megint más, mintha eszel egy 6-6 perces megállónál, nem bírod ki. Mondjuk itt is azért vannak fokozatok, eleve nem lehet enni amúgy a villamoson, tehát ezek gyakorlatilag ki is van írva. És hát ugye az nem mindegy, hogy egy gyirosztolsz be éppen jó hagymással, jó sok csípős szúszta. Kicsit csöpök, felszállsz a villamoson, vagy felszállsz a metróra, és már nézel körbe, mert abban a pillanatban nyílik az ajtó, megcsapja az orradat, a kellemes illat, kellemes annak, aki fogyasztja. De nem kellemes annak, aki ott áll a 40 fokba. Hát nem, persze, azt szerintem azt ki lehet bírni, de itt is más a vonat, meg más a villamos. Aha, mert a vonat az hosszabb táv, ott hát már engedett. Másfél órán eszik valaki, hát szerintem azért ennyire kell toleránsnak lenni, nem? Hát az inkább egy együttélés, persze. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Gerda vagyok. Hello, Gerda! Na, várj, te felteszed a lábad vonaton, zokniban hosszabb távra mész, és sok szabad hely van, vagy nem teszed fel? Nem, kultúrátban szoktam utazni. Kultúrátban szoktál utazni? Igen, hogyha jön egy idős hogy, akkor persze az ember átadja. Viszont nekem volt egy kolléganőm, akivel nagyon sokszor voltunk egy műszakban. Az azt jelentette, hogy egy ilyen körülbelül egy órás út befele munkába, és hazafele is egy órás. És hát rengeteg szerecsetelte azt, hogy neki éppen milyen a bélműködése, De hogy próbált veled beszélgetni? Tehát, hogy ezt mindezt, hogy képzeld? Hát elég részletesen, tehát, hogy neki mondjuk eszem ment a hasa, vagy mondjuk ő neki sokszor kellett a WC-re mennie munkába, és ugye befele egy óra út, hazafele egy óra út, emellett ugye mikor jött meg neki, és az volt a gáz az egészben, hogy ha ezt halkan mondja, akkor oké, mert akkor ugye nem hallja senki, de hát egy kicsit hangosan, és számtalanszor volt az, hogy tudod, az ember megpróbál kimenekülni belőle, és akkor berakom a fülest, és akkor bocsi, de akkor egy kicsit meditálnék, vagy bármi. És nem érdekelte, tehát is simán túlolvított, szóval még kellemetlenebb volt, persze, igen. És nem próbált bevonni, hogy nem mondd már, hogy te még nem jártál így.
Nem, abból kimaradtam, tehát én voltam így a néma hallgató, aki bólogat, hogy igen, szegény te, de szerencsére nem vont be, úgyhogy csak hát egy kicsit kellemetlen, meg ciki. Hát kellemetlen egyébként. És volt, hogy te nem figyeltél, és akkor megszólított egy idegent, és azt mondta, hogy jó, ha te nem figyelsz, mondom valaki másnak, elfordult, és mondta tovább? Általában ismerősöket kapott el, tehát, de hogyha nem figyeltem, akkor átült másik ismerősöz, szóval megoldotta. Nem egy könnyű élethelyzet. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm szépen. Azért, amikor átülsz máshova. Igen, megbeül meled egy néni, és azt mondja, hogy nem tudom maga, hogy van, mert nekem ez a Szenhavita szilvelet, vár, ez azért most beütött. Igen. Lábfeltevős, kívülülős, táskát székre tevős utasoktól ki vagyok. Nehogy már melőjön bárki, és mit csinál, hogy lerak még maga mellé egy magad táskát mellé, a vonaton? Szembe fölrakod a lábad, ez te vagy, ugye, és annyival kell még jobbnak lenned, hogy egy táskát, egy nagyméretű kézitáskát nem rakod föl a podgyásztartóra, hanem leteszed magad, tehát körbebástyázod magad, hogy ne tudjanak oda ülni. Hát és ez nem csak vonaton fordul, hanem rendszeresen látom buszon, villamoson, tudod, hogy így picit, tudod, egy ilyen jelzi, ez egyfajta interakció, hogy máshol is vannak helyek ide. Nem, nekem most a padlóra nem teheted le, koszos lesz a táskád. Bali, amikor te vonaton utaztál, még 12-es lábméreted. Amíg föltehetted. Írja valaki, van egy másik hallgatónk. Halló, jó reggel! Sziasztok, Tomi vagyok Sopronból. Ajajaj, Tomikám, hello, te milyen utastársad van, vagy milyen utitársad van, mit csinál? Hát nekem ilyen nagyon csodálatos. Tehát egy tök dekoratív csaj, szépen öltözködik minden. Tényleg? Jó csaj? Jó, abszolút. Csinos? Csinos. Na, de te jó csaj. Úgy ránézésre tök rendben van, hát így mellettem ült, és akkor nézem, valamit turkál a fülénél, hát mondom, biztos megigazítja a fülbevaló, stb. Oké. Okay. Hát kivett egy ilyen fél centi zsírdarabot, és elkezdte kirágni. Nem már! Ne! Ráadásul egy jó nő! És akkor így mondom, így bakker, lefagytam, de így furra. Hát mondom, mi ez? És akkor folytatja. Na tehát abban a pillanatban én áttétem, mondtam, hogy ezt még egyszer nem. Tehát, és minden reggel jön a csaj, ugyanezt eljátsza, és így lassan két hónapja utazok vele együtt, hát csodálatos élmény. És minden nap ezt csinálja? Minden nap. Ott azért van egy komoly termelés, tehát valami betegség. De nem veszel neki a doboz fűtisztító pálcikát? Nem akarsz így venni? Jelképesen átadni. Egy küzdgönyt, vagy nem tudom, vagy egy lacskót a fejére. Azt a mindenit. Ráadásul egy csinos nő, hát az meg aztán pláne, ez egy 80 éves idős ember csinálja, az is fura, de hogy azért... Hát, ha utkodná a fülszőrét, még hagyjálna, de így. Igen, kivágja az orrszőrét, igen. Mert az, hogy én mondjuk még reggelenként kipattintom a zuhanyzásnak a maradványait a kis ujjammal a fülemből, a busz megállóban érted, velem kifoglalkozik, nem? Igen, csinos fiatal csaj vagy, ne. Atya Isten, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Tamás! Na, neked mit csinál az utitársad? Hát ez még körülbelül egy 5 éve történt, még a Vác-nyugati vonalon. Volt egy papi, aki így fogta, és lefoglalt egy teljes vagont, bezárkózott, és elengedte a galambjait. Nem mondod! Komolyan. De legalább magára zárta az ajtót, ugye? Hát legalább igen. Át lehetett ugye menni, aki szeretett volna, de... Azért ez egy érdekes volt, talán kétszer-háromszor találkoztam vele. És reptette a galambokat, hogy ne macskásodjanak el a ketrecben, amíg átérnek A-ból B-be, vagy miért? A fogalmam sincs igazából. A mozgást tudod. Hány galamb volt? Hát egy 3-4 legalább. És ott repkedtek a kocsiban? Aha. És mindenki elment, vagy aki ott ült, az fölállt és átment egy másik kocsiba? De ugye Vácról indul a vonat, tudjátok, és olyankor még ugye nincs fönt senki, aztán mindig egy olyan beült, ahol még nem ült éppen senki. Úgyhogy jól nézett ki. Na hát igen. Egy kis reggeli torna. És te is átmentél, vagy azért te ott maradtál és végignézted? Én is átmentem. Átmentél. Azért nagyon meleg. Szálljatok, repüljetek kis galambok. És mindenki elmegy a kocsiból. Azért az kemény. Hova utaztál vagy miért kellett akkor vonattal járnod? Hát iskolából hazafelé. De már nem csinálod? Már nem. Hát megértem egyébként. Már ő repteti a galambokat. Igen, már neked vannak madarait. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszönöm, sziasztok, hello. Jani Feri, azt bírom, hogy milyen gáz, hogy valaki felteszi a lábát zoknival, amikor a retkes, csöves, büdös leül melléd, vagy utána te leült, az persze semmi. Ezt mondtuk valaki. Pontosan, hogy mindenki húgyozzon maga alá, de a lábát ne tegye föl. Tényleg ezt mondtuk. A másik, hogy erről is tudnék mesélni, direkt nem mesélek, sajnos én már az egyszer-kétszer jártam csúnyán. Ebből az ügyből kifolyólag is. Csókolózás? Zavar valakit? A majd két. Na most, ha előjöttök azzal, hogy zavar a csókolózás, komolyan mondom, hogy én tényleg kiugrom az ablakon. Én szeretem, viszont... Ha most eljöttök azzal, hogy zavar...
Te szereted. Hát köszönöm, már féltem. Annyira az a múltkor láttam egy ilyen fiatal párt, nyolták, falták egymást. A feltett láb szoknival szörnyű, és a csokkolózó fiatalok. Én nem értem egyébként. Ez engem igazából nem zavar, én csak nem értem a csokkolózást. Hát szeretik egymást. Fényes nappal egy tömött villamoson úgy, hogy melletted is ülnek, hogy melletted is, mögötted is, előtted is ülnek, na, jó, nem 20 tényleg. Centiről. Én nem akarok idősen. Én a régen utaztam a villamos. Lehet, hogy gyerek, figyelj, ne legyetek már ilyen méterre tőled, én nem értem, ez nem mit bácsiság. Mit nem értesz? Hol nem értem, hogy nekik hol jó ez. Hát figyelj. Leszarják. Hát na ez az. Hát fiatalok, szerelmesek, vakok, és nem az, hogy mit mond rólam a bácsi, mit mond rólam a kapucnis bácsi, a szemüveges bácsi. Nem, az fiatalok, szerelmesek, és tolnak a világra. A gyerekkel, és jaj, ez a gyerekütőkártya, ez mindig itt van, hogy akkor a gyerekütő. Nyadd meg a manduláját! Jaj, a gyerek, most a gyerek természetesen néz egy csókolózó párra, mint ahogy mi nézzünk egy csókolózó párra. Szerelmesek csókolóznak. Hát most nem taperolják egymást, és nem dugnak éppen a busznak a forgójában. Hát, csak hát most csókolóznak. Hát az van, hogy én már ezt láttam a majdnem kategóriát is. Istenem, és komolyan így jártam, mondom, ilyen besavanyodott öreg emberek nem vagytok. Vagyunk savanyod, hallad. Minek megvan a helye? Mi, csak otthon lehet csókolózni? Nem csak otthon, hát a parkok ott van. A mozik. A sötét moziterem a parkban, de a fiatal csókolóz. Úristen, nem csókolóztatok a Margit szigetem, nem szálltatok fő egy busz, amikor még szerelmesek voltatok, és még tudtátok, mi az a csókolózás, mert nem volt, nem féltetek jobban a dugástól, mint a veréstől 50 éves. Ja, ti még, annak idén a lóvasúton, meg a konfliktuson. A szénás szekéren is bebújtunk hátra, érted? Értem, hogy ti még azt is láttátok, hogy esett Petőfi Segesvárnál, de azért ne csinálj majd csókolózó fiat, milyen gáz, szólj, ma legközelebb mi lesz, rájuk szóltok, hogy itt mindennek meg van a helye? Igen. Ne, de ahogy is. Jézus már. Ezért van HD kamera. A fenekét is. Jézus már. Na jó van. Drága hallgatók, kinek van fura utitársa? Ez a kérdés, mit csinál? Rengeteg SMS-t kaptunk, úgyhogy jövünk még az SMS-ekkel, és Óven bácsival, Beru nénivel is, jó? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3.48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, furcsa utitársakról beszélgetünk. Ugye tegnap egy mesztelen nő borzolta Budapesten az utasok kedélyét, kedély állapotát, és arról beszélgetünk, hogy kinek milyen fura utitársa van. Aztán beszéltünk arról, hogy kinek mi fér bele, amit lát egy-egy vonat úton vagy villamoson. Sokan sokféleképpen gondolunk bizonyos dolgokra, van akinek még az evés is szentségtörés, van akinek belefér, csókolózás, lábfeltétel, vonatúton, zokniban, ha mondjuk hárman ültök egy kocsiban, belefér, nem fél bele, ugye erről beszélgetünk. Nagyon érdekes SMS-ek vannak, hogy kinek milyen fura utitársa van. A hármas metrón a Népligetnél egy öreg néni felállt az ülőhelyéről, és azt mondta, na akkor szörf. A következő megállóig nem kapaszkodott, csak egyensúlyozott áll. Ez jó. Nagyon jó arc. Bátor. Igen. Azt mondja, hogy vidéki helyi járat hajnal, kis ilyen üres busz, 2-3 megállót mentem, ezért megálltam a csukló után. Oda jön egy idős hölgy, hogy ugyan menjek már alébb, mert ő ide akar állni. Az a helye. Foglalt én már semmit nem értek, Dani. Küldte nekünk, foglalt helye van, igen. Vonaton volt egy kis állattenyésztő srác, aki hangosan kiabálva mesélte mindenkinek, hogy könyökig volt a tején fenekében, és közben nyerítve röhögött. Matyi, küldte nekünk. Én a nagy ritkán távolsági vonatra ülök, a 3 órás út első 10 percében ül le velem szemben a kolléga, aki felpukkantja a dobozos borsodét, és egész úton ülhetek a sörös böfik felhőjében. Jocó, küldte nekünk. A szagát, de jó leszel. Bali 28 vagyok, engem is zavar a csokolózás a tömegközlekedésen, ére nekünk egy hallgatónk. Hát igen. Vannak, akik semmit nem zavar, a föltett láb, érted, de a persze, smárolás, az evés, vannak kultúrlények. Olyan szép, szerelmesek a fiatalok. Úgy is szeretem, hogy ti ilyen tökéletesek vagytok. Nem vagyunk tökéletesek, csak kultúráltak, tudod? Tehát, álszentek vagytok. Á, tényleg, tehát ez a feltett láb, hárman ültök egy Intercity-n, és zokniba feldobod a lábad úgy, hogy a környezetedben nem ül senki, és egy óráig tudod, hogy senki nem száll fel. Hagyjuk már, hogy ti vigyázz állásba ültök így, combotokon van a kezetek, így, és nem... Figyelj, persze, tehát, hogy a térdünk is össze van zárva. Nem ismerlek, így ismerlek, tehát tudom, hogy egy perfekt vagy lábhigiéniai vonalon is, de hogyha én látok egy idegen embert, és azt látom, hogy levette a cipőjét, és felrakta az oknis lábát arra a szövetülésre, ami egyébként a gyűjtőhely a mindenféle mikroorganizmusoknak amúgy is, hát azért elgondolkodom rajta, hogy most mi lehet, érted? Nem megyek ott, és oké, rendben. Mi elgondolkodsz, és mit csinálsz, hogy mire akarsz kívülni? Hogy hát arra, hogy nem örülnék neki annyira, hogyha ha mondjuk egy koszos lábú ember után le kellene ülni. De nem arról beszélek, hogy le kell ülnöd, hát nem erről beszélek, hanem ültök négyen, és valaki ott de ülzokni bocsász, van. Valaki utánunk is jön, és ül majd oda. Persze.
De én tudom a saját lábamról, hogy tisztán. Bocsánat, hoztam magammal a széket, ez az ennyi. Én nem tudom én a lábamról. Na, jó, hát gyerekek, ha ezt érzitek a legdurvábbnak, hogy valaki felteszi a lábát zoknival, ez nem tudom, ezt érezzük a legdurvábbnak, hanem én nem vállalom, a pettinget de az éjszakai járatom például. Van, szerintem is van durván. Feri egy London úton volt az első repülőutam, egy brácsa volt az utitársam, ami végig nekem volt támasztva, mivel a kedves művész úr elaludt. De az akkor meg hülye, már bocsánat, az meg hülye, aki nem szól. Igen, hát mihát mondjuk, ha drága, érted, és rossz felé dől. Mondjuk nekem. Egyszer egy távolsági buszon a kisfiúnak pisilni kellett pont a pihenő után, szerencsére volt uzsonnás zacskójuk, és ezt mellettem a hátsó ülésen, Totti, küldte nekünk. Pár hete az egyik villamoson egy férfi borotválkozott, volt egy kis tükör nála, és egy sörös doboz nyitókájával piszkálta ki az orrszőrét. Gveni, küldte nekünk. Moziban a sutyó a mögöttem lévő sorban feltette a lábát a fejtámlára mellettem, a hátsó sorokból leüvöltötték a haját, írja nekünk szintén egy hallgató SMS-ben. Na, az például szerintem prostóság. Tehát úgy, hogy úgy veszed le a cipődet és teszed föl, hogy előtted ülnek, az valóban az. Az valóban kemény. H7-es éven odaült mellém egy középkorú pár, és megkérték, hogy üljek már át, mert közösülni akarnak. Oh. Elültem, de aztán semmi nem történt. A pasas elég keményen akarta, szerencséje a nője normális volt. Vannak még érdekes esemesek. A szörfözős nagyon jó. Na, nagyon a bátor cuki, a nagyi. Igen. Igen. Az aranyos. Egy kihívása van még az életben, ő valószínűleg nem tud eljutni tengerpartra. Hol szörfözzön? A hertesen. Mondjuk ez egy hát. Oké, akkor bukfenc. Azt is megnéztem. Tegnap láttam a nőt a Nyugati mellett, fültanúja voltam annak, hogy valaki megkérdezte, hogy fogadásból csinálja-e, de választ nem kapott. A mesztelen nőre vonatkozik az SMS, hogy válaszol, nem válaszolt neki. Állítólag volt vele egy férfi, aki őt végigkövette, azt mondják a beszámolók, de hogy ő se kommunikált, és ő se jelzett semmit, hogy ez most valami. Hát valószínű szegényként. Valószínű szegényként. Szegényként beteg. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel.